Harmadik feladat következik. Határozza meg és írja ki a képernyőre a minta szerint, hogy hány pontszerző helyezést értek el a magyar olimpikonok. Megnézzük a mintát. Ezt ugye itt láthatjuk. Majd ezt kell kiírnunk. És ugye az a kérdés, hogy hány pontszerző helyezést értek el. Ez becsapósnak tűnik, de amúgy egyáltalán nem az. Mivel itt láthatjuk, itt leírták feladatban, hogy ez a Helsinki.txt, ez csak és kizárólag a pontszerző helyezéseket tartalmazza. Tehát igazából annyi dolgunk van, hogy meg kell számolnunk, hogy hány sorból áll a file. Na, akkor menjünk át C#-ba. Ugye itt nagyobbra vettem a kijelzőt, hogy jobban lehessen látni. Akkor mivel minden feladatot külön fogok most megoldani, az utolsó feladat után még lesz egy rész, ahol optimalizálni fogjuk az egészet, mert majd össze lehet vonni benne dolgokat, de egyelőre itt mondok, hogy ide kikommentoljuk, hogy harmadik feladat, csak hogy tudjuk, hogy az jön. És azt mondjuk, hogy mi is kell ehhez. Hát kell egy egész számú típus, amivel megszámoljuk, hogy hány sor van a fájlban. Ennek adjunk valami nevet, mondjuk legyen sorok száma. És ennek adunk egy kezdő értéket, azt hogy nulla. Ezután létrehozunk egy for ciklust, ami az egész fájlt végigolvassa, mint i egyenlő 0, i kisebb, mint tömb hossza, és i plusz plusz. Ugye ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit az előbb is használtunk. Ugye ezzel az egész fájlt végig fogjuk olvasni, és azt mondjuk, hogy amikor lemegy egy sor, akkor a sorok száma nevű változónkhoz adjon hozzá egyet, amit a plusz plusz parancsol tudunk megtenni. És ha ez lefutott, akkor írjuk ki a konzolra az eredményt a minta alapján. Nem így. A console.writeline zárójelbe, idézőjelbe beírjuk az eredményt, ami pedig a minta alapján az, hogy harmadik feladat kettős pont. És most lehetne úgy csinálni, hogy egy külön sorba létrehozzunk még egy console.writeline-t, hogy tényleg külön sorba legyenek az adatok, mint a minta szerint vannak, ugye mindjárt mutatom. A mintában, hogy ugye itt a harmadik feladat és az után lévő sorban van csak egy pontszerző helyezések száma 64, viszont ezt meg tudjuk oldani egy sorban is szerencsére, méghozzá úgy, hogy ide nyomunk egy Alt-GRQ-t, ez a backslash, és egy end mögé rakunk, ez a sortörést jelenti. Szóval amit ezután beírok, azt a következő sorba fogja eltárolni. De beírom, hogy pontszerző helyek száma, és utána, az idézőjel után rakok egy plusz jelet, és beírom, hogy sorok száma, mondom, beírom, hogy sorok száma, ugye ez a változónk neve. Ez annyit fog tenni, hogy ugye így az idézőjeles rész után be fogja szúrni ezt a sorok számát, ugye annak az eredményét, amit itt megszámoltunk. De nézzük is, ez hogy működik. Én már látom, mindjárt ti is fogjátok. Közel. Így. Ezt átrakjuk ide. Itt van a megoldás, és látjátok, ki is írja. Ezzel a harmadik feladatot be is fejeztük, és igen, ahogy látom, ennyi.